Ahelyett, hogy támogatnák a védekezésben az önkormányzatokat, bevételeket vesznek el tőlük a Velünk a Város frakció szerint. A kormány a napokban hozott intézkedései között szerepel a többi közt, hogy a gépjármű adóból befolyó 450 millió forintot elveszik az önkormányzatoktól. A Velünk a Város frakció vezetője szerint Miskolc idei költségvetése már eddig is nagyon feszes volt. A járvány okán hozott intézkedések miatti bevétel kiesés pedig tovább nehezíti a helyzetet. A frakció vezető hozzátette, hogy a gazdasági nehézségek hatásait vélhetően még jövőre is megérzi majd Miskolc. A legnagyobb kiesés a társaságok által fizetett iparűzési adó lesz, ami már idén be fog gyűrűzni. De ugye mindenfajta egyéb díjak is elmaradnak, tehát egyéb bevétele is elmaradnak az önkormányzatnak, ez az összességében több milliárd forintos nagyságrendű bevétel kieséssel számolhatunk, és a kiadások pedig ugye részben megnövekednek.